200-ig elég jó volt, aztán ez a mell gyors, de megmondom őszintén, reggel kicsit éreztem, hogy... És már mikor idejöttem, hogy tudtam, hogy szépen lefogytam, jó erőben vagyok, de nem tudtam, hogy egy dolog hiányzik, és az, hogy előtte egy jó versenyt húztak, és ilyen vagyok, ezt mondtam is a Balázsnak. Tavaly ugye ezt mondtam Ákosnak, azért is jöttünk ide, 4-0-9, utána jól is sikerült az olimpia. Szóval azért én kicsit mindig a biztosra megyek, túllövök mindent, meg túlagyalok, de hát ez van, ilyen vagyok. Hát mégis csak ott van az érem a kezedben, szóval azért elégedett lehetsz. Én örülök, mert reggel is azért ez a 14 körül akartam úszni, lett 15, én úgy gondolom, a második 50 pillét egy kicsit kiengedtem, úgyhogy kicsit egész nap így feszült is voltam, amiatt nem szeretek hibázni, és ott szerintem elég nagyot hibáztam, úgyhogy ezért is nem is tudtam szerintem úgy harcolni azért, hogy nyerjek. Úgyhogy, de most nem hiszem, hogy többet kellett volna várnom valamtól, mert kicsit ez a realitás, az OB még 19-et úsztam most. Ennyi idő, februárban még hozom, ilyen bírtam, szóval. Szerintem ez így tök reális. Hát köszönöm a lehetőséget, meg tényleg ilyen nagyon jó volt megint a váltóba úszni. Ugye a fiatalok nagyon jól úsztak, főleg ugye mind a végén. Úgyhogy nekem furcsa, hogy az első versenyszám egyből a döntő, azért ez nem így szokott ugye nekem lenni, mindig szokott egy kicsit ilyen bemelegítő része lenni, úgyhogy egyből ugrottam a döntőbe. Azért örülök, hogy lesz holnap egy pihenő napom, és akkor utána jön majd csak a 4-vegyes. Nagyon jó volt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és sunkalhattam, és húzhattam. Nekem ez szebben csillog, mint az arany, és tényleg most kezdem így feldolgozni, hogy ezt tényleg megcsináltuk, és nagyon boldog vagyok. Én is van, elegedem vagyok az idővel, igaz, hogy a Viva nem végeztem a official, de voltunk, és nagyon büszkék a lányokra, és hát fent az érem, nagyon boldog vagyok. Most azt kell mondjam, hogy a VB-n nem volt ilyen, hogy mondjam, jó leső úszásom, és tényleg a végén tudtam jönni, ami én vagyok. És talán egy kicsit most megtaláltam azt az úszást, amit ez a 200 gyors nagyon sok ideje nem volt meg. Úgyhogy vannak még napok, és most ennek nagyon örülök, de hát ez szerintem megadta az alaphangulatot az egész Európa-bajnokságnak, úgyhogy menjünk tovább, és reméljük, hogy ez még csak jobb lesz jövő. Hát ja, örülök, de mondjuk egy kicsit jobbat akartam, de most ez az aranyérem az egy kártportó, úgyhogy nekem ennyi a hozzáfűzni való. Ricsi, neked mi a hozzáfűzni valód egy aranyéremhez? Hát figyelj, én odapakoltam, amit volt. A pacekot odaraktuk, úgyhogy szerintem jól sikerült. Nagy aranyére, mert most nem lehetünk elégedettek. Nem voltunk csiskagyárok.